A Flash központban gyűltek össze a mosonmagyaróvári kertbarátok hosszú idő után. A koronavírus járvány miatt számos rendezvényüket el kellett halasztani, most azonban mindenki nagy örömére újra találkozhattak. Az első órában közgyűlést tartottak, melyen a tavalyi programokról, elmaradt rendezvényekről volt szó. Ezután Kocsis Sándor tartott egy izgalmas előadást a technika történetéről. A járványhelyzet a kertbarátokat is nehezen érintette. Jáné Lajos, a mosonmagyaróvári kertbarátok körének elnöke sok-sok üzenetet kapott a tagoktól a korlátozások alatt. Bombáztak engem telefonon, meg a Facebookon keresztül, hogy mikor lesz már összejövetel, már tartsunk valamit. Mert azért ez egy 78-80 fős társaság, csapat, és minden hónapban össze szoktunk jönni, plusz még voltak ugye a tavaszi 2 tanulmányút kirándulás nyáron, és akkor ősszel is szintén. Évelején elmaradt a borbírálat, a farsangi mulatság, a metszési bemutató és a taggyűléseket sem tudták megtartani. Nyáron az enyhítéseknek köszönhetően néhány kirándulásra el tudtak menni. Őszre azonban sok tervük van már. Szeptember 8-tól 10-ig lesz a terménykiállításunk, amely társul a Legszebb Konyhakert mozgalommal, az pedig ugye a Városházán a Németh Andrea szervezi, ő a fővédnöke, és együtt lesz a terménykiállítás megnyitásával az értékelés és a díjak kiosztása. A háromnapos terménykiállításunk ugye pénteken fogja zárni a kapuit. Októberre pedig egy tanulmányutat terveznek, Magyarország legnagyobb kivültetvényére szeretnének ellátogatni Becsehelyre, majd a tervek szerint a Szlovéniában található orchidea farmot is megnézik.